utazás előtt állunk egy nappal, ugyanis holnap lesz a napja, amikor elindulunk, holnap délelőtt, és hát meglepően mindenki nyugalomba van. Ez mondjuk annak is köszönhető, hogy Évi előrelátó volt, illetve előre gondolkodott, és már nagy részt bepakolt mindent. Viszont nekem még rengeteg olyan dolog elintézni valóm van, mint például a kocsimocsás, kocsitakarítás. Ez a kocsi körülbelül egy hónapja nem volt kitakarítva, és tiszta dzsuva oda bent, úgyhogy utazni nem annyira kellemes vele. Most viszont megyek egy kört a postára. Rendeltünk, illetve nem én rendeltem, hanem unokatestvérem rendelt valamit Kínából, és elméletileg valami vámot kell rá fizetni. És ennek szeretnék most utána járni, hogy tulajdonképpen mi is ez pontosan. Hát gyerekek, az az igazság, hogy nem sokkal lettem okosabb. Az ügyintéző elmondta ugyanazt, amit kiküldött a posta nekem SMS-be, hogy el kell menni egy weboldalra, és ott letölteni egy-két ilyen papírt, és azokat kiküldeni. De az igazság, hogy itthon Magyarországon ezek az ilyen hivatalos dolgok az annyira meg vannak csavarva, hogy senki ne értse, hogy miről is van szó. Úgyhogy úgy gondolom, hogy futnom kell még egy pár kört ebben kapcsolatban. Oké, akkor most gyorsan mossuk le a kocsit. Na, szerintem elég gyorsan lemostam a kocsit. Ezzel is kevesebb, most már tiszta a kocsival indulunk útnak. Ugyebár azt mondtam nektek, hogy többen fogunk menni erre az előnyaralásra, vagy nem is tudom minek nevezzük, erre a hosszú hétvégére. Nevezzük ezt egy hosszú hétvégének. Többen megyünk, barátok, ismerősök. És most 5 órakor van egy ilyen össznépi megbeszélés. Ilyenkor megbeszéljük a hétvégével kapcsolatos dolgokat, hogy miket fogunk kajálni, miket fogunk főzni, ki mit hozzon ezzel kapcsolatban, és a többi. De előtte még következzen... A mai hihetetlen híreket innen a Marosnak a közvetlen portjáról fogom nektek hozni. Igen, most nem lesz szó se UFO-król, se tetovált halról, se semmiféle ilyen földön kívüli is hókusz-pókuszról, hanem ez egy nagyon friss hír. Van Magyarországon egy nagy elektronikai üzletlánc. De most nem arra gondolok, nem a pirosra gondolok, hanem a zöldre. Konkrétan a Best Buy-ról van szó, és az történt, hogy a cégnek a webshopja, valami kaki volt a levesbe, ugyanis a több százezer forintos termékeket 6000 forintért meg lehetett vásárolni. Ami szerintem egy nagyon jó deal, hogyha azt vesszük, hogy egy 700000 forintos, vagy egy több mint 1 millió forintos Apple terméket meg lehetett vásárolni, akár 6000 forintért is a webshopon keresztül. Na hát gondolhatjátok, hogy a szemfüles magyar emberek bevásároltak jócskán ezekből a termékekből, és az a helyzet, hogy ez a malőr, ez tegnap vagy tegnap előtt este történt, és másnap a reggeli órákba fedezték föl, vagy akkor bújt ki a szög a zsákba. Azóta ezeket az összes megrendeléseket érvénytelenítette a cég, és elnézést kért a vásárlóktól, hogy átverte őket. Igazából mekkora gáz már, hogy egy ilyen nagyobb cégnek a honlapjára felmész, és azt hiszed, hogy tök akciós az egész. Szerintem ez ilyen dolgokra jobban oda kellene figyelni. Persze én aláírom, szakmabeli vagyok, tudom, hogy előfordulnak ilyen hibák, viszont ez egy eléggé súlyos hibának tekinthető. A fő ok, amiért egy ilyen dolog megtörténhet, az az,
hogy van a webmester, aki felel az oldalnak a tartalmáért, illetve az a tartalmaknak a feltöltéséért, az új termékeknek a feltöltéséért, frissítéséért és a többiért. Amikor kiadnak ennek a webmesternek egy munkát, akkor az ugyebár elvégzi. De hát emberek vagyunk, mindenki tud hibázni. És az a baj, hogy senki nem fogja ezt a webmestert újra leellenőrizni, vagy csak ha le is ellenőrzi, akkor ilyen nagyon gyors, átfutó jellegű az egész. Ezért adódhatnak ilyen súlyos problémák, mert nem akar senki ebben időt eltölteni. Én egyébként ezért szoktam minden munkát másokkal is leellenőriztetni, mielőtt átküldöm az ügyfélnek, és az ügyfelet is meg szoktam mindig kérni, hogy nézze át akár a szöveget, akár a dizájnt, akár tehát az egészet nézze át, ő is az ő szemszögéből, és ha talál benne valami hibát, akkor azt javítsuk ki, mielőtt élesbe bedobjánk a mélyvízbe a weblapot, a reklámot, a bármit igazából. Ennyi volt a hihetetlen hírek. 5 óra van, úgyhogy megyek a lányokért. Kezdődik a kupak tanács. Moziba fogunk menni, és ezt a filmet fogjuk nézni. Alien Covenant. Nem jutottam rá semmire. Azt ajánlom, hogy mindenki saját felelősségre nézze meg ezt a filmet. Nem tudom. Mi? Az a fehér tipegő, az a srácon, a Davidem, vagy hogy hívják? Ez egy kicsit fura volt. De igazából a film nem szólt semmiről. Amúgy jó, kicsit. Olyan nyullába volt. Meg a túlvéretezett cipő, hát ez halálos. Majd figyeljétek meg a legvégén. Davidnek van vagy 58-as lába. Jó. Hogy azért már addig nem volt ott cipőt. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk holnap. Sziasztok. Szia Forka Peti. Sziasztok.